Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársaim! Duró Dóra képviselőtársamhoz kapcsolódva, az ő gondolatait folytatva, hadd hangsúlyozom azt, hogy nem csak a vakcina beszerzési szerződések ismeretlenek, hanem a mellékhatások és következmények is. Önök szerint nem furcsa az, tisztelt kormánypárti képviselők, hogy egy egyszerű láz vagy fájdalomcsillapító gyógyszer esetében is föl vannak sorolva a következő bontásban a mellékhatások? Nagyon gyakori, gyakori, ritka, nagyon ritka. Egy egyszerű láz- és fájdalomcsillapítónál ezt a betegek, vagy azok, akik bármilyen okból alkalmilag vagy rendszeresen ezeket a gyógyszereket igénybe veszik, megismerhetik. Olyan vakcináknál, amelyekkel a teljes magyar lakosság több mint 60%-át beoltották, pedig semmit nem lehet tudni. És hogyha nekem vagy a Mi Hazánk mozgalomnak nem hisznek, akkor higgyenek egyik jól fizetett emberüknek, Szlávik úrnak, aki néhány hónappal ezelőtt azért elszólta magát, tehát mondhatnám azt is, hogy ha a Szlávik úr egy kicsit nem figyel oda, akkor mindjárt igazat mond. Ugyanis teljes körű feltáró jellegű beismerő vallomást tett a tekintetben, hogy igen, könnyen lehet úgy értelmezni a mostani körülményeket, hogy egyfajta tömeges emberkísérlet zajlik szerte a világon. Szlávik Jánostól idézett. Megkérdezték aztán tőle egy másik műsorban, hogy vajon a saját gyermekét beoltatná-e. Elbizonytalanodott, zavarba jött, hebeget habogott, aztán azt mondta, hogy hát nem. Nézzék meg az ezzel kapcsolatos videókat. Mint ahogy egyébként arra is szeretném felhívni a szíves figyelmüket, hogy a Mi Hazánk mozgalom az egyetlen olyan párt, amelyik következetes álláspontot fogalmazott meg a járvánnyal, az ehhez kapcsolódó válsággal, és a vakcinátok az oltási kérdésekkel kapcsolatban is. Ezzel szemben önök, tisztelt kormánypárti képviselők, csak egy dologban következetesek, a totális következetlenségben. Nekünk nem kell azon gondolkodni, mikor megteszünk egy parlamenti felszólalást, vagy éppen egy rendezvényen szólunk a magyar választókhoz, nem kell azon gondolkodni, hogy atya úristen, vajon néhány héttel, hónappal, vagy másfél évvel ezelőtt mit hazudtunk. Mi következetesen ugyanazt mondjuk 2021. novemberében is, mint amit mondtunk, 2020 tavaszán. Az oltásokkal kapcsolatban mindig is azt mondtuk, hogy mindenkinek a saját egyéni személyes döntésére bízzuk azt, hogy beoltatja magát vagy sem. Ha nem teszi, azt is tiszteletben tartjuk. Mi vagyunk az egyetlen olyan párt, amelyik soha nem sértene meg senkit azért, mert beoltatta magát. Tiszteletben tartjuk ezt a döntést, mint hogy azt is, annak a tiszteletben tartását is elvárjuk, hogyha valaki meg úgy dönt, hogy ebben rengeteg bizonytalansági tényező, elképesztő következetlenség, logikátlanabbnál logikátlanabb megfogalmazások, kijelentések miatt, legyen ez járványügyi szakemberek, politikai vezetők, állami vezetők miatt elbizonytalanodott és nem akarja magát beoltatni. Őket is tiszteletben kellene tartani, nem lenne szabad őket hátrányosan megkülönböztetni. Az pedig egy régi trükk, régóta jellemző mind a Fidesz-KDNP kormányzatra, mind pedig a balliberális oldalra. Az elmúlt 30 évben e tekintetben töretlen a gyakorlat, hogy a feszültséget általában és a konfliktust ledelegálják vagy az önkormányzatok, vagy a munkáltatók és a munkavállalók szintjére. Hadd marakodjanak, hadd alakuljanak ki ott törésvonalak. Hadd hozzák meg a kellemetlen, nehéz, népszerűtlen döntéseket a polgármesterek, a egyéb településvezetők, vagy éppen a munkáltatók a munkavállalóikkal szemben. Nincs elég törésvonal már ebben az országban választópolgár és választópolgár között. Nesze Sánta itt egy puf alapon, hadd alakuljon ki egy újabb törésvonal oltottak és oltatlanak között. Csak nem tudom, hogy ez miért jó. Ebben egyébként teljesen, vagy ebben is hasonlít egymásra a kormányzat és a balliberális oldal, mint hogy abban is, hogy egy oldalon tolják az oltáspárti kampányt, és én csak kérdéseket sem hajlandók megfogalmazni. Sőt, megpróbálják lesöpörni az asztalról a kérdéseket, az ellenérveket. Azt, hogy azokat az indokokat, amelyek alapján bizony el kellene gondolkodni azon, hogy ismeretlen hatású, ismeretlen összetételű anyagokkal oltják be magyar emberek millióit. Mint ahogy figyelemben méltó a kockázata annak is, és felmérhetetlenek a károk az elmaradt diagnosztikákkal, diagnosztizálásokkal és a kapcsolódóan elmaradt kezelésekkel összefüggésben is,
Nem tudjuk, talán csak tippeljük, hogy hány honfitársunk életébe került, és fog kerülni még a következő hónapokban is, ugyanis nem lehet látni, hogy mikor lesz vége ennek a covidos időszaknak, hiszen tegnap Rogán miniszter úr már az 5. hullám esetleges lehetőségét is meglebegtette, legalábbis az 5. hullámra való hivatkozással kapcsolatban tett kijelentéseket. Ez egyre mélyebb és egyre komolyabb aggodalmakra adhat okot. Mint ahogy érdekes kérdés, ugye így gyakorlatilag önök azt a politikai testtartást vették fel, miszerint, mint az egyetemi oktató, aki nem akarja ugyan formálisan megbuktatni a hallgatót, csak majd szándékosan olyan kérdést fog feltenni, hogy úgyse fog rá tudni a hallgató válaszolni. Tehát olyan helyzet, nem kötelezi formálisan az oltásra az embereket, de olyan helyzetet alakítanak ki, hogy olyan egzisztenciális válságba, munkahelyi válságba sodornak magyar családok 10-100 ezreit, hogy sajnos sokaknak nem marad más lehetősége adott esetben, mint jobb meggyőződésük, kételjeik, aggodalmék ellenére fölvenni az ismeretlen összetételű, ismeretlen mellékhatásokkal, ismeretlen következményekkel járó oltásokat. Kártérítési kötelezettség kérdésével foglalkoztak-e már önök tisztelt kormánypárti képviselők? Tehát, hogyha igazoltan fennáll mondjuk adott esetben az ok-okozat összefüggés, valamelyik beoltott személy súlyos egészségromlása, maradandó károsodása, ne adj Isten, elhalálozása és az oltás között, akkor ezzel kapcsolatban az önkormányzat, a munkáltató vagy a magyar állam milyen mértékben vállal kötelezettséget. A megromlott egészséget, az elvesztett ember életet visszaadni nem lehet, pénzben kifejezni lehetetlen, de azért mégis valamilyen jól körülírható, szabályokon alapuló, szabad szemmel is jól látható kártérítési kötelezettséget vállalnak-e azért, amiben belehajszolják emberek tömegét. A legkönnyebb valamire kifejezetten vagy hallgatólagosan, egyenesen vagy sunyi módon kötelezni, de vállalnak érte bármilyen felelősséget, politikait, szakmait, emberit, egészségügyit vagy éppen kártérítését? Úgy tűnik, hogy nem. A Mi Hazánk mozgalom ezt rendkívül felháborítónak tartja. Mint hogy azt a munkaerő hiányt is, amelyet önök nem próbálnak kezelni vagy enyhíteni, hanem a lovak közé bedobva a gyeplőt. Nem baj, ha alig marad egészségügyi szakszemélyzet, nem baj, ha alig marad pedagógus az iskolákban, meg orvos, meg ápoló a kórházakban. Önök akkor is keresztül tolják, ugyanis, és ez főleg a kormánypárti képviselők figyelmi ajánlánám megint, ha valamiért érdemes lenne szabadságharcot indítani, a Mi Hazánk mozgalom álláspontja szerint, az pontosan az új világrenddel szembeni szabadságharc. Szembe helyezkedne azzal az kiépülő új világrenddel, amelynek egyes eles képviselői már beharangozták, hogy figyeljenek, hogy a járványok korszaka következik. Nem egy járványról beszélnek, nem pusztán a koronavírus járvány ki tudja hány hullámban megnyilvánuló elnyúlásáról, hanem járványokról többes számot használnak. És Bill Gates mindjárt megnevezte a terroristákat, ezek főfelelőseiként ki tudja akkor, ezek szerint ismeretlen eredetű kórokozók tömegeit fogják az emberiségre szabadítani a következő 1-2 évtizedben. És akkor önök majd mindig újabb és újabb oltásokra, logikátlanabbnál logikátlanabb intézkedésekre kötelezik magyar emberek millióit. Tehát érdemes lenne előre gondolkodva a járványok korszakára, ha többes számot használunk, alaposabban felkészülni, ha egyszer már ebben a helyzetben ez az ország is belekerült. És itt van egy érdekes kérdés, amely naptár világosabban mutatja, hogy ebben a nagyon fontos, nem csak a magyar emberek generációnak életét, jövőjét meghatározó, hanem akár az emberiség jövőjét meghatározó kérdésben önök még csak annyira sem mernek szembe menni az új világrenddel, mint amennyire megtehetnénk egyébként társadalmi felhatalmazásuk alapján, ez pedig a járvány szolidaritási adó gondolatának a nagy évben való elkerülése. A Mi Hazánk mozgalom az egyedüli, az egyetlen olyan párt, amik hónapok óta követeli ennek az új adónemnek a bevezetését. Felbecsülhetetlen károkat okozott a koronavírus válság Magyarországon, ami forintosítható, az talán 1000 milliárdokban mérhető. Egyértelmű, ráadásul most van egy választási költségvetés, amely ismét komoly, persze komoly előnyt jelent magyar emberek egy részére nézve, de komolyan megterheli a költségvetést. Ezeket a forrásokat elő kellene teremteni. Onnan kellene előteremteni, ahol bőven van erre pénz. Hol van erre bőven pénz? A vakcinagyártóknál, a gyógyszeripari cégeknél, a multinacionális kiskereskedelmi láncoknál és a tech óriásoknál.
akik elképesztő haszonra tettek szert az elmúlt másfél esztendőben. Ezektől bőven lenne mit elvenni több ezer milliárd forintos nagyságrendben. Természetesen ahhoz komoly bátorságra van szükség, főleg a választások előtt néhány hónappal, hogy ezekkel a komoly érdekérvényesítő képességgel rendelkező cégekkel, óriás vállalatokkal szembe menve járványszolidaritási adót szabjanak ki. Érdekes módon erre nem terjed ki a figyelmük a folyamatosan meghosszabbított veszélyhelyzet ellenére sem. Holott a rendkívüli jogrendben erre is találhatnának egyébként megoldást, de ez valahogy, mint vámpír a fokhagymát, nagyjából elkerülik. Ez olyan kellemetlenül nektek. Nyilván nem akarnak újabb frontokat nyitni. Pedig, hogyha a permanens szabadságharcoknak fogjuk fel az elmúlt egy évtizedet, vagy a permanens szabadságharcok időszakának, akkor bizony nagyon fontos lenne az új világrenddel szembehelyezkedni, és járványszolidaritási adót kiszabni a koronavírus járvány vámszedőire, haszonélvezőire, akik az emberi szenvedésen, fájdalmon, nyomorúságon gazdagodtak meg, eddig sem szűkölködtek forrásokban, de az elmúlt másfél évben elképesztően nőtt a hasznuk, ezáltal pedig a befolyásuk és az érdekérvényesítő képességük is extrém mértékben megnövekedett. Nos hát, tisztelt képviselőtársaim, jó lenne odafigyelni azokra az intőjelekre, kockázatokra, mellékhatásokra, hátrányos következményekre, amelyek magyar emberek millióiban merülnek fel, és szeretném azt is nagy tisztelettel jelezni, hogy a balliberális ellenszékhez képest összehasonlíthatatlanul csekélyebb forrásokból gazdálkodó Mi Hazánk mozgalom nemrég az Alkotmánybíróság előtt olyan gyűlést, olyan rendezvényt szervezett, amelyen sokkal többen, nagyságrendekkel többen vettek részt, mint amennyien részt vettek az október 23-ai összbaloldali megmozduláson, hiszen magyar emberek egyre nagyobb tömegeiben merülnek fel azok a kérdések, amelyekkel én kezdtem a felszólalásomat, és amelyet felszólalásom vége felé kénytelen vagyok megismételni, hát ha legalább néhányan hajlandóak ezt figyelembe venni, hajlandóak ezen elgondolkodni, hogy egy egyszerű algopirin betegtájékoztatójából részletesen kiderülnek a mellékhatások. Olyan vakcináknak a mellékhatásairól, amelyekkel emberek millióit oltanak be, sok esetben már harmadik alkalommal, semmit nem lehet tudni. Melyek a gyakori és melyek a ritka mellékhatások. Hogyha annyira rendben van minden, akkor ezt a gyógyszergyártók, a vakcinagyártók miért nem merik nyilvánosságra hozni? Vagy hogyha önök valóban a magyar emberek érdekeit képviselik, és nem félnének szembe menni ezekkel a nagy cégekkel, akkor miért nem követelik ki akár a törvényhozás, akár a jogalkalmazás eszközeivel, miért nem hozzák nyilvánosságra ezeket a mellékhatásokat? És akkor néhány perccel ezelőtti hír lehet látni az interneten, hogy az új variánssal kapcsolatban az egyik gyógyszerdet nyilvánosságra hozta, hogy nagy valószínűséggel jelentősen csökken az oltás hatása az Omikron variáns kapcsán. Tehát még ide sem ért ez a variáns, de már jó előre megmagyarázzák a szegénységi bizonyítványt, jó előre elhárítják magukról a felelősséget. Ennyiben egyébként hasonlítanak a kormányzathoz, mert önök is úgy érzik, hogy önök csak a sikerekért felelősek, ellenben semmi másért nem hajlandók felelősséget vállalni. Éppen ezért felszólítjuk önöket arra, hogy változtassanak ezeken az álláspontjaikon, és segítsék elő a normális tájékoztatást, hadd ismerjék meg magyar emberek milliói a vakcinák valódi összetételét, mellékhatásait és a kockázati tényezőket. Köszönöm szépen!